Igen, azért megnézik, hogy ki hol lakik. Igen, sokat számít. Most, ha a városba laknák, eleve máshogy állnak hozzá az emberhez, meg hogy én úgy tudom, hogy Mésztelepre már 6 óra után taxi sem megy ki, egyáltalán semmi. De miért nem megy ki? Hát mert sok a roma, állítólag belekötnek az emberekbe, de én ezt nem hiszem, mert ők is ugyanolyan emberek, mint a többi. Nem lehetne ilyet csinálni, hogy különböztetést tenni bőrszín alapján. Gyerekek egyszerűen nem tudnak kimenni játszani. Itt egy szabadtéri rét van, de ezen kívül semmi játszótér nincs. Be kell menni a városba ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Se egy bolt nincsen, egy olyan, hogy Penny, vagy Profi, vagy Spár, vagy Tesco, bármi, de középsőtől kezdve már minden van. Éjjel-nappalitől kezdve minden. Úgyhogy nekünk ez is nehezíti. Hogy be kell menni vásárolni, akkor buszozni kell ahhoz, hogy mindenünk meglegyen olcsóbban. Van 4 gyerek, 4 iskolás. Nagyobbik gyerek, most megy 8-ba, és úgy tudtam őket beiskoláztatni, hogy el kellett adnom a szekrénysort. És így tudtam őket most beiskoláztatni. Most a polgármester, amit ad ez a 600 vagy 6000 forint gyerekeink, vagy 5000. 5000 forintnál kezdődik egy táska. Hol van a cipő, hol a ruha, hol vannak a fizetek. Ezeket meg bírja venni az ember? 4-et kell indítanunk. 4 gyereket. Munkát nem biztosítanak. Segít nem kapok 2 hónapja. Korábban hol dolgozom? Gyerekkel, a vízminél dolgoztam, most onnan mentem, de hát egy hónapos munkám volt. Hát végezem a közmunkám vagyok végig, mind már majd 5 éve. Mert rendes, hivatalos munkahelyet nem tudnak biztosítani. Hiába van ott a lángvágásról a papírom, nem tudok elállni, mert én 2000 forint, de 3000 én nem fogom magam összeégetni. Tehát megkeresem a közmunkán. Meg mikor fizetnek, mikor? A vállalkozó. Így nem lehet élni. Ez az állambácsi tette az embereket a sírba. A sírba tett minket. A gyerekek hány évesek? A legkisebb 8 éves. Van egy 10 éves, van egy 13 éves, meg egy 14 éves. És összesen mennyibe kerül a beiskolázás most? Hát már idáig elment 50 ezer. 50 ezer, és még csak cipőt vettem nekik. Még hol van a ruha, hol vannak a tanszerek. Most a gyermekvédelmünk is Erzsébet utalványban. Mit érünk vele? És ha nem veszik be boltokba, hogy ruhákat vegyünk a gyerekeknek? Most én ezt kérdem, akkor mit csinálunk vele? Mert nem már csak Erzsébet utalványba kapjunk még azt is meg. Jó, mindegy, hogy mi vagyják, csak váltság, hogy a gyerekeket el tudjunk indítani iskolába. Hogy legyen maga itt az óvoda, iskola, úgyhogy én azt sem tudom, mi lesz vele. Már rendes előre félek az iskoláztatástól, meg az óvodáztatástól. Nekem a többihez nincs türelmem, csak a matekhoz. Tényleg? És anyukádék megvették már neked a tanszereket? Hát még nem, mert először még csak a táskát vették, meg a tortartót, meg a ceruzát. Meg a cipőt vették meg nekem. És a könyveket mikor kapod? Hát majd amikor most a anya kapja a pénzt. És nem, hanem majd kapja azt a Erzsébet utalványt, és abból veszi meg nekünk a tanszereket is. Jó,
körmös. Nekem azt tetszik. Szeretsz lakkozni? Igen. Szeretsz itt lakni a mészterem? Igen, mert itt vannak a testvéreim is, meg barátnőm is, és innen én már nem tudnak elmenni. Mert én már ide vagyok szokva. Itt születtem, és azóta már ide vagyok szokva. Mésztelepre. És mi van, hogyha elmész majd dolgozni körmösként? Akkor itt akarsz dolgozni? Hát majd ott a... Van a városban egy... olyan, akit vennének majd fel. Egy üzletbe szeretnél majd menni? Igen. És ott szeretnék majd körmös. Ként menni dolgozni is. És a tesóid mit csinál? Hát a testvérem az majd megy rendőrnek, a Dávid, nem a Dávid, a Balázs, az Albika az nem tudom, meg a Dávid se. Én csak a Balázs tudom, hogy az rendőrnek megy. És anyukádnak mit szoktál segíteni otthon? Hát takarítok, mosogatok neki, mindent.